Na szevasztok, én Dávid vagyok, és most a Forma 1 2014-es végigjátszásom során az utolsó versenyhelyre látogatunk el, Abu Dhabiba. Előző verseny hétvégén Brazíliába sikerült nyernünk, ha jól emlékszem, a negyedik helyről rajtolva. Úgyhogy meg is kaptuk előtte a 25 pontot, és ismét a negyedik helyről fogunk nekivárni a 26 fokos versenynek itt Abu Dhabiba. És Hamilton van az első helyen, ahogy most így láttam. És az előző videó végén mondtam, hogy nagyon fontos az, hogy most Hamilton és én hol fogok végezni, ugyanis egy pont van kettőnk között az összetettbe, a világbajnoki összetettbe, és itt fog most, ebbe a videóba fog eldőlni, hogy sikerül-e világbajnoki címet szereznem a 2014-es végigjátszásom során, avagy sem. Első helyen Hamilton, második helyen Rosberg, harmadik helyen nem tudom kicsoda, csapattársunk, ha jól láttam, nem Massa, Williams, mi pedig a negyedik helyen is mögöttünk Ricardo a csapattársunk, aztán őt követően Bottas és Button, de koncentráljunk a jó rajtra, és meg kell előznünk Hamilton mindenféleképpen. Mert hogyha csak a második helyen zárunk, az azt jelenti, hogy 18 pont, és ő 25-öt fog kapni, azaz ő lesz a világbajnok, és nem mi. Szóval most valami hatalmas nagy bravúrt kéne végrehajtanom, hogy sikerüljön megelőzni Hamilton, és magam mögött is sikerüljön tartani. De egyelőre azt próbálom elérni, hogy megelőzzem, meg tudjam előzni, és mindent be kell vetnem most. Kicsit agresszív leszek, és ebben a pillanatban sikerül is megelőznem Hamiltont, ami nagyon fontos. Büntetés nem kaptunk érte, úgyhogy túlságosan agresszívak nem voltunk, nem is volt olyan hatalmas nagy kocka az előbb, de viszont az a lényeg, hogy az első helyen vagyunk, és most mind a féleképpen magam mögött kell tartani Hamilton, és valószínűleg ez sikerülni is fog, szóval még ne ígyünk előre a medve bőrére, még sok van hátra a versenyből. Mögöttem a két Mercedes, Hamilton, Rosberg. Tökéletesen kell vezetnem, nem szabad hibáznom, mert akkor dobhatom az egész 2014-es évet ki az ablakon úgy, ahogy van. És közben Hamilton itt mutogatja magát a jobb és bal tükörbe, ezzel stresszelve engem, de ilyenkor ki kell zárni a külvilágot, és csak arra koncentrálni, amit én csinálok. És szerencse, hogy ezen a pályán eléggé sokszor körbe mentem, van róla tapasztalatom. Tudom, hol vannak a féktávok, hol vannak az ideális hívek, hol lehet támadni, hol lehet jól védekezni. Mert ha most például ez egy Szingapúr lenne az utolsó verseny, akkor biztos, hogy nem lennék világbajnoki esélyesek, de így van rá esély, hogy meg tudom nyerni a 2014-es világbajnoki címet. Ami elég jó lenne. Már csak két kör. És végigjátszásom során az utolsó videóba berekedek. Hamilton közben támad. Hopp, egy hiba tőlem. Szerencsére sikerült jól kigyorsítanom, és most itt is jól kell kigyorsítani, ami nem jön össze. Viszont ami jó hír nekem, hogy Hamiltont támadja Rosberg, és Rosberg mögött még ott van Massa is, a Williams-el a jobb oldali tükörből látható. Közben Hamilton megelőzte Rosberg, és Rosberg már engem is támad. Nekem most az lenne az ideális, hogyha Rosberg ő a második helyen jönne be, ezzel Hamilton lekényszerítve a harmadik helyre, egy még kevesebb pontot kapva, ami nem lenne velük, nem lenne rossz. De így, hogy a második helyen van Hamilton, és megkapja 18 pontot a második helyet, én a 25-öt, még így is sikerülni fog a világbajnoki címem. Viszont hogyha Hamilton lenne az első, én a második, akkor Hamilton lenne a világbajnok. És azért ez nagyon nem mindő. Úgy ez egy háromkörös verseny itt. Itt a játékban ilyenkor nappal van, nappal kerül megrendezésre ez a háromkörös verseny, de gondolom, hogyha nagyobb távot, például egy 25%-os versenyt állítanák be, akkor láthatnánk a
naplementés versenyt, ami szépen átfolyna az éjszakába is, hogy meg lenne világítva a pálya. Ugyanúgy, ahogy Szingapurba is. Közben Hamilton feléket Hülkenberg 1.50-nel leggyorsabb kör teljesíti a pályán, viszont és figyelnem kell, mert Hamilton ismét támad. És már az utolsó körbe jár. Az utolsó versenyen, az utolsó körben. A felállás ugyanaz maradt, Hamilton, Rosberg, Massa. Hamilton most egyre közelebb érkezett az énes végéhez. Baloldalt a körből figyelem Hamiltont folyamatosan. A 10-et sikerült javítani a 2-es szektorban. Hoppá, 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 hoppá! Túl nagy volt a gáz, kipörtek a hátsó kerekek. Majdnem megelőzött Hamilton. Viszont Hamilton eltűnt vele, ahova nem tudom, hova lett. Mert Rosberg van mögöttem, Rosberg mögött pedig Massa. Lényegtelen, hova tűnt Hamilton, az minél jobb. Szóval, hogyha most Rosberg megelőz, még az se probléma. Mert Hamilton most lecsúszott. Hát ez nem fog megelő. Rosbergnek, hogy megelőzzön, kivéve, hogyha nem hibázok. Ami pedig persze be is következik. És ebben a tized pillanatban megnyerem a versenyt, ami azt jelenti, hogy a Forma 1 2014-es végigjátszásom során megsikerül megszereznem a világbajnoki címet is. Szóval 2014-ben világbajnoki címet sikerül megszereznem. Ott is van, 50 pontot megkapjuk a első helyezetünkért. Ja igen, 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 ezt el is felejtettem. Miért 50 pontot? Mert itt 2014-ben az utolsó versenyen, azaz itt Abu Dhabiban dupla pontok vannak. Ugye ezért normál körülmények között ugye Brazilon 25 pontot kaptunk, de az utolsó versenyen pedig megduplázva 50 pontot sikerül szereznünk, és ott is van, kaptam egy achievementet, és világbajnok lettem a Forma 1 2014-es végigjátszásom során. 21 ponttal maradt le Hamilton mögöttem, utána pedig Rosberg a harmadikon, ott is van. Itt vannak a adatok, hogy az idén hogy ő sikerült teljesítenem, és ahogy olvasom, összesen csak 2 versenyt sikerült megnyernem, az lehetséges? Én többre emlékszem, na mindegy, viszont 338 ponttal zárul a Forma 1 2014-es végjátszásom, ami azt jelenti, hogy végjátszottuk a Forma 1 2014-et is, ugyanúgy, szintúgy, ahogy a 13-at is, ami viszont azt jelenti, hogy ha vége van a 14-es végjátszásomnak, neki kezdek a Forma 1 2015-ös végjátszásomnak, úgyhogy abból is hamarosan, pár hét múlva jönnek ki a videók a 15-ös végjátszásból is. Kezdjük Ausztráliával, ugye. Itt van Massa, gratulál nekünk a Williams-el. És hát ennyi lett volna a Forma 1 2014-es végjátszásom. Ha tetszett, lájkoljátok és iratkozzatok fel. Nem sokára jövök a 15-össel. Én Dávid voltam, na, szevasztok!